Tisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, tisztelt polgármester úr, Krisztusban szeretett testvéreim! Jézus nyilvános működését így kezdte. Térjetek meg, s higgyetek az üdvösség jó hírében. És az utolsó szava, amit az apostoloknak mondott, menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványommá minden népet, tanítsátok őket, kereszteljétek meg őket, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Az ige hirdetésének eleje a meghirdetett hit, és a vége a tanítványság kiterjesztése, a misszió, amely a hithez kötődik. Egész működését át és átszövi a hitre való utalás és a hitet megvalló embereknek a dicsérete, vagy a hitetleneknek a megrovása. Gondoljunk arra, hogy nem tudott csodát tenni akkor, amikor nem volt hit az emberekbe, de a nagy hitű embereken segített. Megdicsérte a pogány kafarnaumi századost, ekkora hitet nem találtam egész Izraelben. Aztán egyik beszédében megkérdezi, vajon amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? És Jézus föltámadása után is még kétkednek az apostolok, nem csak Tamás, akinek azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek, hanem amikor együtt vannak, és Jézus szemükre veti a hitetlenségüket. A hit Jézus Krisztusban igazában a Szentlélek eljövetele után erősödött meg, mert a Szentlélek, mint az Isten harmadik személye, ezt az erényt, ami Isten kegyelme révén az embert eléri, és szívét alkalmassá teszi a hit befogadására, hogy aztán aszerint éljen, a Szentlélek művelés adja valóságosan az emberben. Hitévét tartjuk éppen abból az elgondolásból, hogy a II. Vatikáni zsinat, amely 50 évvel ezelőtt kezdődött, pontosan ezt akarta, hogy megújítani az egyház életét, nem csak a szertartásait, vagy intézményeit, hogy visszahozzon valamit az ősegyház életéből, és lefaragjon valamit a közben rárakódott ballasztokból, hanem hogy a hitben erősödjenek meg, mert már a múlt század közepe is jelezte előre azt a valóságot, amiben élünk, hogy az eredetileg keresztény országokban is nagyon nagy lett a közömbösség, a hitetlenség, aminek nagyon sok oka lehet. Oka lehet az, hogy sokan el se jutnak Jézus Krisztus megismerésére. A hit hallásból ered, mondja Szent Pál apostol. Éppen most hallottam, hogy Spanyolországban, ahol mégiscsak nagyon nagy múltja van a kereszténységnek, a fiatalok zöme szinte semmit nem hallott Jézus Krisztusról. Pedig most már a médiák és a különböző lehetőségek, amivel eljuthat valakihez ez a hír, lehetővé tennék. De valahol szelektív a hallása az embereknek, és eltorlaszolja
a jó hír meghallását sok minden egyéb. Eltorlaszolhatja mondjuk a tudatos ateista nevelés is, mert ilyen is volt, a múlt században is van még ma is, amikor kifejezetten tagadják Isten létét, kifejezetten tagadják Jézus Krisztust. Aztán vannak, akiknek az életmódja elfeledteti, a csalók a gazdagság, mint ahogy Jézus mondja a magvetőről szóló példabeszédében. A csalók a gazdagság sok mindent elfeledtet az emberekben, még a másik embernek a nyomorát is, mert csak magával van elfoglalva az ilyen ember. Aztán a szenvedés is valamiképpen megkérdőjelezheti Isten jóságát, Isten létét. Az ateistáknak egy visszatérő vágya, illetve fölhozott Isten elleni érve, hogy hogyan tűrheti meg Isten azt, hogy az ártatlanok szenvedjenek. És még olyanok is, akik mélyen hívő emberek voltak, vagy azok az életük egyes szakaszában, ha nagyon nagy szenvedés éri őket, akkor ők is jobban együtt lázadoznak, hogy miért történik ez meg velem, Isten hogy engedheti meg, egyáltalán létezik-e. Múlt század első világháborús költője volt Gyóni Géza. Semis ostrománál esett el, illetve került fogságba 110 ezer magyar emberrel együtt. Ő, aki korábban lelkésznek készült, és az apja is evangélikus lelkész volt, egyik versében, amikor látta, hogy ott csak úgy hullanak a katonák, úgy, mint az őszi legyek, akkor azt írja, te már mindent tudsz, halott katona, vagy talán jobb, tudod már a semmit. Szemed nem bántja bűn és babona, füledbe örök csend szüremlik. Nagyon sokan így voltak és vannak, annak a tömérdek szenvedésnek a láttán, amikor botrányig ér már a bűn, hogy Isten hogyan engedheti ezt meg. Nem könnyű erre válaszolni, a hitet megpróbálja, s ami Urunk, aki teljes emberi természettel bírt, ő maga is átélte ezt, s imádkozva ugyan a Zsoltár, de fölteszi a kérdést, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És aztán még az is nehézség ebben a hitben, hogy megfér a vallásossággal az üdvösségnek, ha nem is tagadása, de el nem fogadása. Pedig Jézus azt mondja az elején, elközelgett az Isten országa, higgyetek az üdvösség jó hírében. Amikor mi a hit évéről beszélünk, hitünkben akarunk megerősödni, akkor nem csak valamiféle Isten hitben szeretnénk többé válni. Jézus korában gyakorlatilag nem volt Isten tagadás, de volt ilyen hittel megférő evilági materializmus, hiszen a szadduceusok sem hittek a föltámadásban, s nem hittek az üdvösségben. Tehát nem szabad elfelejtenünk, hogy mi éppen ezt akarjuk, hogy abban a hitben erősödjünk meg, ami a földön is túlmutat, és elvisz bennünket az üdvösségre a föltámadás által. És ekkor mindjárt Jézus Krisztus személyével kötjük össze,
mert a Jézus Krisztusban való igaz ortodox hit, hogy így mondjam, az magában foglalja a föltámadásnak és az üdvösségnek a hitét. Gondoljunk Lázár halálakor mondott beszédjére, hogy föl tudja támasztani a halottat. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem, mondja neki Mária. És Jézus válasza, én vagyok a föltámadás és az élet. Hiszed ezt? És mondja, hiszem. Aki bennem hisz, élni fog. Tehát ami hitévénk, az nem csak egyfajta Isten hitnek az elfogadását jelenti, hanem a föltámadt Krisztus az örök életben való megerősödésünket. És ehhez ugyancsak szükségünk van, mint hogy az apostoloknak szüksége volt a Szentlélek Úristen kegyelmére, akit Jézus nem csak az első pünkösd idejére küldött, hanem mindvégig egyházának egész történetére, hogy segítse a hitben zarándokló népét, mert addig van szükségünk a hitre. Az üdvösségben már nem lesz hit. A hitet fölváltja az Isten színe látása. De addig az egyház vándorló és zarándok népének a hit ad erőforrást, a hit ad életértelmet, a hit segíti abban, hogy Krisztus követségében járjon. Ezért elképzelhetetlen, hogy a mi hitünk az csak egy egyszemélyes hit legyen. Sokan azt mondják, én a magam módján hiszek. Hát a magam módján hitbe az van benne, hogy úgy mindent kiválogat. Még egy kis okkultizmust is, egy kis ezoterikát, ezt is, azt is, és ami nem tetszik, azt kihagyja. Ez a maga módján hit, hát bizony nem sokat ér. Nem bírja ki a megpróbáltatásokat. Amikor mi hiszünk, akkor szava hihetőséget keresünk. Bármikor emberekkel beszélgetünk, akik mondanak nekünk valamit, és mi azt addig nem tudtuk, azért hisszük el, ha elhisszük, mert az illetőt szava hihetőnek tartjuk. Ha már sokszor elkaptuk hazudozáson, akkor még akkor se hiszünk neki, ha ténylegesen igazat mondana. Tehát a szava hihetőség a biztosítéka annak, hogy a mi hitünk az nem álmodozás, és nem agyaglábakon vagy ingoványon nyugszik. És ezt a hitet az egyházban találjuk, mely hit megtartotta az egyházunkat. Mit kell hinnünk? Föltehetnénk a kérdést, ahogy föltette a Szent Atya is. Először magam is gondolkodtam rajta, hogy mit is kell hinnünk. És ezt a magától értetődő igazságot mondta, hogy hiszek egyet. Nem véletlenül fogalmazta meg egyházunk először az apostolit, ami szent hagyományként az ősegyház idejétől megvan, és vallották. De amikor különböző eretnekségek fölütötték fejüket, akkor kellett tisztázni egy-két dolgot, vagy egy-két valóságot, Jézus Krisztusnak az atyához való viszonyát, hogy ő most kisebb, vagy egyáltalán istenő, vagy hogy van ő. És akkor Niciába összejönnek az egyházatyák, az első szabad zsinaton az üldöztetés után 325-ben. Mai napig megvannak a dokumentumok, és jól lehet a kor filozófiája alapján, amiben benne volt a görög gondolkodás, hiszen maga a gondolkodás is Istenhez vezet bennünket. Így is tartották
az egyházatyák, hogy a filozófia, a bölcselkedés az előkészítője a hitnek, akkor megfogalmazzák, hogy valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. És akkor finom megkülönböztetésként oda teszik, hogy a Szentlélek származott az atyától és fiútól. Ezek olyan pontos meghatározások, amelyek ma is élnek, és az élőhitű ember tudja ezt elevenné tenni. Tehát ezt kell hinnünk, a krédót, ahogy szoktuk mondani, cordare, a latin szóban benne van a szívünket adni, és az eredeti görög nyelven a hitvallás, a szimballom, a szimbólum, jele mindannak összefoglalása, amit mi keresztények hiszünk, de két szó van benne, az összerakás, az összedobás. Nem csak a hitigazságokat rakták össze benne, egymás után a hitcikkelyeket, hanem az is benne volt, hogy az egyház együttesen valamennyi tagjának a közös hitévé kell lennie, mert mi nem egyedül hiszünk, hanem az egyház közösségében, és az az egyház hagyományozza ránk tévedhetetlenül a hitet, nem magunk módján tesszük, és micsoda nagy biztonság ez számunkra, amikor Jézus szava az megerősít bennünket, hogy én erre a sziklára építem egyházamat, mondta Péternek, amin a pokol kapui, az elmúlás, a gonoszság se vesz erőt. Minden történhet az egyházzal, de akkor is sziklán fog élni és állni. És ez az egyház adja át nekünk a hitet, és ott kell keresnünk az igaz hitet, és ott tudunk megerősödni az egyház hitében, mert odavalónak kell tartoznunk. De vannak egyéni feladataink is, hiszen ugyanakkor, amikor a hitet közösségi erénynek mondjuk, ugyanakkor személyes is, hiszen benne van az én személyes hitem is. Ez a nagyszerű benne. És először is legyen alkalom ebben az évben hitünk mélyebb megismerésére. Tűzzük ki azt, hogy a katolikus egyház katekizmusát apránként, de el fogjuk olvasni. És utána azokat az összefoglalásokat még egyszer. Vagy megismerjük a Szentírást még jobban. És ha kérdéseink vannak, vannak rá az egyháznak avatott emberei, akik válaszolni tudnak. Ismerjük meg, legyen ez beszédtéma közöttünk. Meg kérdezem, miről szoktunk mi egymás közt beszélgetni? Annyi sok üres járatú pletykaságunk van. Vajon a hitről beszélünk-e? Emlékszem, egyszer egy fiatal ember kért meg, hogy segítsek neki abban, hogy az ő hitkételjei választ kapjanak. El is, már családos ember volt, el is mentem hozzá, beszélgettünk, és amikor kinéz az ablakon, látja, hogy jön haza a felesége, azt mondja, most fejezzük be, én vele ilyenről nem szoktam beszélgetni. Hát nem döbbenet. Mindent megbeszélnek egymással, minden hétköznapi dolgot. És ami az életet átszövi, arról, aki legközelebb áll hozzá, nem mer beszélgetni. A hitét nem meri, vagy esetleg is kételjeit föltárni. Oly gyönyörű Szent Ágoston vallomásaiban, amikor az osztiai tengerparton arról beszélget anya és fia, hogy milyen lesz az üdvösség. Milyen csodálatos lenne az, hogyha a mi hitünk mélységeit is a családokban is meg tudnánk beszélni. És ha megéltük, akkor adjuk tovább. Adjuk tovább, és alakuljunk általa. Mert a hit és az erkölcsiség összetartozik,
és az isteni erények, a hit, remény, szeretet, mint a boltív téglái úgy erősítik egymást. A remény megmutatja, hogy mit hiszünk, és a szeretet pedig megerősíti a hitet, mert ezek összetartoznak. A hitelesen megért szeretet újjá tudja éleszteni megkopott hitünket is. János evangélista írja a levelében, szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten él ő benne. Azok, akik önzetlen életformára törekszenek, azok szükségképpen hitükben is megerősödnek. És ugyanakkor a hit pedig erősíti a jó cselekedeteiket, amikor már nem volna kedvük hozzá, mert bizony, ahogy említettem, a sok-sok megpróbáltatás és a gonoszság láttán maga Jézus mondja, hogy a gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, de aki álhatatos marad, mindvégig üdvözül. Ezért az álhatatosságért imádkozni is kell. Ahogy Jézus mondta Péternek, az első pápának, imádkoztam érted, hogy egykor megerősíts testvéreidet. Jézus kéri az atyát, hogy Pétert erősítse meg. Hát ezt az imádságot mi magunk is folytassuk. Imádkozzunk magunk hitének megerősödésért és egymásért, mint ahogy az őskeresztények befejezték levelüket. Oremus pro invicem. Imádkozzunk egymásért. És az imádság megerősítve hitünket, késztessen arra, hogy tovább is adjuk. Mert ma missziós vasárnap is van. Elképzelhetetlen missziósnak lenni úgy, hogy valakiben nincs hit. Mert a hit erőt ad a küldetéshez, és ezért ezt kérnünk kell. Ma már a misszió nem csak a távol keleti vagy afrikai világrészekre vonatkozik, néha még azt tapasztaljuk, hogy ott erősebb már a kereszténység, mint itt Európában, hanem mindenhová, az újra evangelizáció formájában. Mi magunk is, magunk lehetőségeivel misszionáljunk. A megélt hitet adjuk tovább. S erről elfeledkeznénk, akkor minden szentmise elbocsátása juttassa eszünkbe. A latin misének az búcsúzó szavai egybevágnak a misszióval, mert azt mondta a pap, ite missest, menjetek, küldetésetek van, legyetek missziósok. Hát így a mi misénk, szent misénknek a végén a felszólítás ne csak egy olyan buzgó intelem legyen, aminek nincs foganatja, hanem a hit által megerősödve törekedjünk rá, hogy mi magunk is Krisztus tanúi lehessünk embertársaink között. Amen. Hiszek az egy Istenben.